Dr. Budai Gergő, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelőse, vezérigazgató helyettese a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! És kicsit zavarban vagyok, hogyan kell fogalmazni, ugye, hogy a Vodafone megvásárolja, vagy megvásárolta a UPC-t? Ez folyamatban van. Az adásvételi szerződés az aláírásra került ez év májusában, korábban. Ez 4 országra vonatkozik, Magyarország, Németország, Csehország és Románia. És ahhoz, hogy ez teljesüljön az ügylet, ehhez az Európai Bizottság, mint versenyhatóságnak az engedélyére van szükségünk. Akkor végül is jól fogalmaztam, éppen megvásárolja. Igen, és ez zajlik, ez folyamatban ebből van. Ebből az egyedi felhasználó mit érez majd? Mert az, hogy cégek egyesülnek, vagy felvásárolják magukat, az egy olyan vállalati struktúra, amit nem feltétlenül kell értenünk. De egyedi felhasználóként a Vodafone előfizetője, vagy UPC előfizetője mit fog tapasztalni? Ez a tapasztalás, ez még hónapokra van, hiszen először ugye kell a versenyhatósági jóváhagyás, addig nekünk versenytársaként egymástól teljesen függetlenül kell, hogy működjünk. Utána, mikor megtörténik az engedélyezés, ez alapvetően előnyös lesz az előfizetőknek, hiszen ezért csináljuk, ezért történik. Jelenleg egy szolgáltató van, aki mind mobil, mind vezetékes szolgáltatásokat tud nyújtani a piacon, és mi ebbe a versenybe kívánunk belépni, onnantól kezdve már 2 szolgáltató lesz, tehát versenyezni fogunk sokkal inkább az előfizetők kegyeiért, és remélhetőleg jobb, összetett szolgáltatásokat tudnak igénybe venni kedvezőbb feltételekkel. Van ugye egy fontos fejlesztésük. Azt már megszoktuk, hogy van 4G, meg örülünk, hogyha van 4G lefedettség valahol. Én már a 3-nak is örültem, mert annak idején. Én a 3-nak is örülünk, így van. De fejlesztik az 5G-t. Na, az mit jelent majd számunkra, felhasználók számára? Ez ugye az 5. generációs mobilhálózat. Ez érdekes, hiszen a 4G is már ugye olyan sebességgel tud működni, amit emberként ugye már nehezen tudunk észlelni az ember-ember kapcsolatokban, és ez az 5G-re még fokozottabban igaz. Ugyan a mobiltelefonunknak a kis kijelzője, majd láthatjuk azt, hogy ki fog élni egyszer csak majd, hogy 5G. Milyen furcsa lesz? A 4G, így meg 4G plusz. Hogy a picibe megjelenik, aha, hogy 5G. Kelet-Romániában én az E-betűnek is örülök már, amikor megjelenik. Úgyhogy alapvetően ez a gép-gép közötti kommunikációt fogja felgyorsítani közvetlenül. Közvetetten persze a mi életünket fogja jobbá tenni. Nagyon sok példát lehet erre mondani, mondjuk egészségügyet, hogyha vesszük, hogy mondjuk ha egy kórház meg a mentőautóban van 5G lefedettség, akkor mondjuk egy baleset helyszínéről a képdiagnosztikát ugye rögtön lehet küldeni a műtőorvosoknak, és mire a beteg odaér addigra, ők képben vannak, ott van a teljesen fel tudnak készülni. Tehát egy készműtéttel várják például azt a beteget, aki még meg sem érkezett oda, pontosan, de a vizsgálati eredmények már benn vannak. Pontosan, hiszen az adatok ugye gyorsan oda tudnak kerülni. Vagy egy másik nagyon jó példa erre az önvezető autó, ahol ugye manapság még, hogyha ez önvezető autó mondjuk egy 4G-s hálózaton működne, ott azért időben is, az információ áramlásban is lenne mondjuk egy 20-30 másodperc késedelem, hely meghatározásban mondjuk egy méteres tévedés, és hát ugye egy méter tévedni az a közlekedésben ma még, vagy pontosabban az ugye balesetet okozhat, és az 5G rendszerek ezt már kiküszöbölik. Pont az jutott eszembe, hogy erről beszélt, hogy teljesen megváltozott a szerepe, hogy egy mobil szolgáltató miről szól, hogy önöknek például morális felelőssége is van. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy egy szimpla szolgáltató, hanem amit említett példa, hogy egy önvezető autónál mennyire gyorsan tudják az adatokat továbbítani, hogy iszonyatos felelősségük van egyébként a mai világban. Igen, ez abszolút így van, és mi ezért is szoktuk azt mondani, hogy most a távközlés vagy a hírközlés, ez úgymond az ágazatok vagy szektorok szektorává válik, hiszen ez a fejlődés más iparágakban, legyen az egészségügy, legyen az a közlekedés, vagy akár sport, bármilyen más iparágban, ugye ezen keresztül kerül be ez a robbanás egyszerű fejlődés, most ez rajtunk keresztül történik. Ugye annak idején, amikor azt mondták, hogy mobil szolgáltató, akkor az a fölhívom édesanyámat, de nincs bedugva a telefon sehova. Innentől fogom, most eljutottunk odáig, amit említett, egészen megdöbbentően jó
Ez tényleg nagyon jó, hogy még útban van a beteg, és már bent tudják, hogy mivel fogják és hogyan fogják műteni. De például, ha a kommunikációról és kommunikáció felgyorsulására beszélünk, akkor számunkra, újságírók számára ez például kiemelten fontos, nem? Tehát ahogy látom, hogy az ATV.hu Szijjártó Péter sajtótájékoztatóját élőben hogy adja, hogy a Pécs női kosárlabda csapata a saját meccsét hogy közvetíti, tehát a kommunikáció áramlás ezáltal megint forradalmian megújul? Szerintem megfog. Egy nagyon jó példa, egy másik példa erre az, hogy mondjuk egy stadionból egy közvetítés, mondjuk egy kosárlabda, vagy kézilabda meccs, vagy egy foci meccs közvetítésénél, ugye ott vannak a különféle kameraállások, és amit most mi is nemrég élő hálózatban 3500-as frekvenciánkon igyekeztünk bemutatni, hogy mondjuk egy ilyen közvetítést élőbe késleltetés nélkül lehet bemutatni, ráadásul úgy, hogy mondjuk a néző meg tudja választani, hogy ő melyik kamera szemszögből nézi, adott esetben a kettes szektor ötös üléséről, az ötösnek a kettes üléséről, fűmagasságból, vagy helikopterből. Tehát szegény rendezőnknek, bocsánat, de szegény rendezőnknek, igen, lehet, hogy véget ér a karrierje, mert hogy ugye ő szokta megmondani azt, hogy éppen melyik kamerát lássa a néző. Ha már a néző döntheti el, hogy ő melyik kamerát szeretné nézni, az egy teljesen... Igen, vagy ugye a UPC felvásárlás kapcsán is, ugye, hogy nagyon fontos, hogy ugye nem csak mobil, hanem vezetékes szolgáltatásokat is fogunk tudni nyújtani a jövőben. Tehát például, hogyha valaki nézi ezt a műsort otthon reggel a tévén, ugye alapvetően ez egy vezetékes hálózaton keresztül, és utána neki el kell indulnia, akkor a tévé alá oda teszi a mobiltelefonját, lehúzza az adást rá, és utána tud menni, továbbra is tudja nézni, hallgatni, fölül a buszra, a villamosra, ez nagyon is tudja nézni, nézni az adást. De ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a területi korlátozás megszűnik. Tehát nem az, hogy megszűnik, hanem teljesen jelentéktelenné válik. Ezt a műsort most ebben a pillanatban akár itt nálunk most kisleltetéssel, de egyébként Alaszkában is ugyanúgy lehet nézni, mint Ausztráliában. Pontosan, és ezért nagyon fontos az ugye, hogy legyen a Vodafone-nak is ugye a mobil ág mellett egy vezetékes ága is, hiszen ma már az előfizetők komplex szolgáltatásokat, megoldásokat igényelnek, nekik tetszik valamilyen megoldás, ők azt szeretnék, és ma már kevésbé érdekli az embereket az, hogy ennek melyik része az, amelyik mobil technológián, melyik része az, amelyik vezetékes technológián, vagy wifi technológián működik, működjön. Legyen egy klassz megoldás. Mit mondott a tesztüzemmód, ami Spanyolországban teszteltek, meg nagyobb régióban? Tudom, hogy itt Magyarországon is volt már egy próba adások, vagy egy próba üzemük, de ott, ha jól tudom, akkor ipar szinten, szervezeti szinten tesztelték. Mit mond ez a teszt? Változtatnak-e rajta, és mikortól jelenik meg, ahogy ön említette, mikortól jelenik meg a telefonomon először az, hogy 5G? Hát ez még sok mindenen múlik, de alapvetően azt mondom, hogy ez valamikor 2020-ra lesz ez egy széles körben elérhető szolgáltatás, és ott is érdekes azt megnézni, hogy melyek lesznek azok a területek, ahol ez először elindul, mely iparágakban fog közlekedésben, egészségügyben, sportban, televíziózásban. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés lesz ezt látni, hogy ez hol fog elindul. Mit mondott akkor, bocsánat, Spanyolországban, tehát amikor spanyoloknál tesztelték ezt? Hát alapvetően az, hogy ugye a frekvenciák alkalmasak rá, működik, a tesztek azok sikeresek voltak, úgyhogy mi is izgatottan várjuk a jövőt. Kedves nézőink, nagyon haragudnának rám, hogyha egy dolgot nem kérdeznék. Meg felhasználók szempontjából ugye nagyon fontos az, hogy milyen a szolgáltatás minősége. Meg még egy fontos szempont van, hogy milyen áron kapják ezt. Mire lehet számítani? Mostanában talán az elmúlt években az volt a jellemző, hogy folyamatosan csökkent az ára, amennyiért mondjuk korlátlanul tudok beszélni, meg korlátlanul tudok netet használni. Mire lehet számítani a következő években ön szerint? Ugye a szokások is alakulnak át, hiszen ugye amikor még 2G-s, ezek ma is működő hálózatok, de mondjuk ugye egy 2G-s hálózaton lehet telefonálni, ugye hanghívást, meg lehet SMS-ezni. Ugye az 5G az már sokkal inkább adatáramlásról szól, tehát alakulnak át a szokások alapvetően, de ugye minél több szolgáltatás vásárolható egy kézből, ugye ezek az összetett szolgáltatások, ugye annál több kedvezményt tudunk biztosítani, és jobb minőségű szolgáltatást. Én bevallom őszintén, hogy a 3G-nél azt mondtam, hogy azon gondolkoztam, és ma már így furcsa évekkel később azon gondolkoztam,
Na, ennél már nem lehet több. Tehát, hogy így van. De most lehet, a 4G-nél is, az 5G-nél is. Ön például, mint szakember, aki rendszer szinten is nem csak, hogy látja, tervezi, hanem üzemelteti is. Látja, hogy hol van ennek a vége? Majd a 14G-nél nem, az már nem tudom, mit tud. Tehát látja, hogy a kommunikáció, vagy az adatátvitel ilyetén módon hova tud még fejlődni? Fejlődni biztos, hogy tud. Az 5G az egy óriási lépés lesz ebben, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ember-ember közti kommunikációba valahol ez a 4G plusz, az az érzékelhető határ. Utána ez, én mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ez olyan, mint az elektromos áram, hogy fölkapcsoljuk, azt látjuk, hogy ez az izzó az 12 volt, vagy 20 volt, de Isten igazából azt látjuk, hogy világít, vagy nem világít, vagy működik, igen. Vagy nem működik. De azt, hogy 12 vagy 13, azt már kevésbé, mi emberek kevésbé észleljük, a szakemberek meg a szakértők persze. Viszont láttam én már olyan embert, aki mániákus animált televíziót néz, és azt mondja, hogy Úristen, milyen pixel felbontás, miközben én nem láttam a különbséget. Gratulálunk, sok sikert kívánunk, és várjuk a fejlesztéseket, várjuk viszont ide a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.